Jégre születtek címmel még 2011 őszén jelent meg könyv a magyar jégkorongról. A mű egyik főszereplője, Palkovics Krisztián ezúttal Székesfehérváron dedikálta a több mint 300 egyedi fotóval ellátott kiadványt. Főleg az alcsoport feljutás után kezdték el a könyveket írni rólunk, és most már jó néhány készült, és előbb is elmondtam, örülünk neki, mert lesz utókornak egy kis emlék, képes anyag rólunk mondjuk, és lesz mit majd átlapozni majd 10-20 év múlva. Vasárnap Japán ellen kezdi meg a szereplést a magyar jégkorong válogatott a szlovéniai Divízió 1-es VB-n. A csapatnak Palkovics Krisztián nélkül kell helytállnia. 5 kemény ellenfélről van szó, mindig meccs az kiki meccs. A papírforma szerint nem vagyunk esélyesek az első két helyre, de mint tudjuk, ez nem jelent semmit, hiszen voltunk már így, hogy nem voltunk esélyesek és feljutottunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy kettőt föl egy picit könnyebb, mondjuk az ellenfelek nehezebbek, de mindenképpen van esély arra, hogy feljussunk. A válogatottból hiányzik majd Palkovics, de vajon Krisztiánnak mennyire hiányzik a válogatott? A VB-n kín lenni azért egy szép új csarnokba játszanak a srácok, nem a régi megszokott szlovén csarnokba. Ott azért 8000 ember előtt, abból mondjuk a fele magyar, biztos, hogy óriási élmény lesz játszani. Hát akkor biztos azért össze fog szorulni a szívem. Palkó arra a kérdésre, hogy visszatér-e még a nemzeti csapatba, a következő választ adta. Örülnék, hogyha mondjuk, és legjövőre arra kéne gondolni, hogy mondjuk az átcsoportra elmegyek-e vagy nem, de hát nem akarok erről beszélni. Egyébként mindenkinek azt mondtam, hogy tényleg most legyünk túl ezen, jussunk fel, és akkor majd lesz miről gondolkodni. A válaszból is kiderül, a magyar jégkorongnak jót tenne egy újabb alcsoportos szereplés. Április 21-én tehát több kérdéssel kapcsolatban is okosabbak leszünk.